A képzés a növényvédelemhez tartozó korszerű környezet és egészségvédő technológiáknak és szereknek a használatáról szól, amelyre ez alkalommal 30-an jelentkeztek. Azért iratkoztam be, és szeretnék részt venni rajta, hogy a tudásomat továbbfejlesszem, mivel egyre nagyobb kihívások elé van a mezőgazdaság állítva, és most már minden egyes faktor annyira be van határolva, hogy itt most már azokat a réseket kell, hogy felfedezzük, ahol még hozzá tudnánk tenni a termelésünk bővítéséhez, minőségesebb tételéhez, és én ezt a képzést éppen erre látom jónak. Az eseményen Torda Márta, a Budapesti Agrárminisztérium Kárpát-medencei együttműködések főosztályának vezetője is jelen volt, aki elmondta, hogy a képzésekben anyagilag és szakemberekkel is támogatják a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségét. 2012 óta van kapcsolatunk a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségével, és rendkívül fontos munkát végeznek itt a délvidéken, Vajdaságban. Ennek az egyik alappillére a képzés. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gazdák megkapják azokat a képzéseket, amelyek az EU csatlakozáshoz is majd feltétlenül szükségesek lesznek a különféle támogatások igénybevételéhez. És ez erre nagyon jó együttműködést alakítottak ki a ProSciencia alapítvánnyal. Azt látjuk, hogy az emberek egyre tudatosabban vállalják azt, hogy felnőtt korukban is képzik magukat, és ez nagyon-nagyon fontos kiemelni és aláhúzni, mert régen ez főleg az agrárágazatban nem volt jellemző. Tehát nagyon-nagyon fontos most már, hogy az új technológiákat, az új vegyszereket, az új előírásokat, a folyamatosan változó feltételeket az emberek csak és kizárólag úgy tudják most már követni, és gazdaságosan művelni, hogy tanulnak, képzik magukat, itt vannak, egyrészt jó társaságban vannak, ezt általában egyébként élvezik, hasonló érdeklődésű emberek körében nagyon sok mindent, egyéb dolgot is megtanulnak. Lengyel hozzátette, a képzés államilag elismert, és elvégzéséről a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak.